Szeretettel üdvözlünk mindenkit az ITBN Confexpo 2015 konferencián. Hello and welcome to ITBN Conf Expo 2015. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ha megengeditek, akkor ahogy szoktuk, tegeződtünk tegeződni is fogok. Ugyanezt az előadást egyébként még ezen a termen kívül egy másik teremben további 400 ember követi nyomon. Összességében már közel ezeren vagyunk itt a rendezvényen, sőt még lehet, hogy akár ennél többen is. Amiről szeretnék pár szóban beszélni most nektek, önöknek, az az, az egyetlen egy mondat, hogy nem vettem észre, vagyis angolul I didn't know. Azt hiszem, hogy ez balesetek, problémák esetén nagyon gyakran előforduló mondat, és igazából azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel a legtöbb ember úgy gondolja, hogy megoldotta a problémáját. De sajnos nem. Sajnos a kiberbiztonságban, ahol egyre gyakrabban halljuk ezeket a mondatokat, tudjuk, hogy ez nem oldja meg a kérdést, hogyha valamire azt mondjuk, hogy igazából nem tudtunk róla, nem tudtuk, hogy miért, miért van. Egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni nektek, az a 200 nap. Ezt a 200 napot sokszor fogjátok még hallani ma a rendezvényen. Ez az a mennyiségű nap, amit a hekkerek az informatikai rendszereinkben töltenek, anélkül, hogy bárki észrevegye őket. Ez óriási probléma. Erről sokat fognak ma beszélni majd az előadók. Nem lehet amellett a tény mellett elmenni, ami történt például az Apple Store-ban pár nappal ezelőtt, vagyis, hogy hát igen, az Apple-nek a híres védelmi rendszere, ami védi az App Store-t, az úgy tűnik, hogy nem működött, több mint 300 alkalmazás esetében beengedtek olyan uh, uh, malvereket, uh, amelyek uh, kínai forrásból származnak, és uh, hát bizony megfertőzték a fejlesztők uh, rendszereit, és valószínűleg a felhasználók rendszereit is. De amellett sem mehetünk el tétlenül, hogy beszéljünk kicsit a Volkswagen történetről, ugye ami most uh, jelent meg. Uh, hát ugye itt pedig megint csak egy szoftver volt az, aki keresztül megvalósították a csalást. Annak, aki nem tudja, ugye a volkswagen azzal vádolják, hogy sőt, be is vallotta, hogy a, a szoftvere meghamisította az emissziós adatokat a tesztelésekor, az autók tesztelésekor, és ez már nagyon régi történet, csak most ismerték el. Na de azért fölmerül a kérdés, hogy oké, ha már tudjuk, hogy mi a, a, a probléma, vagyis hogy valami történt a rendszerünkben, akkor vajon tudjuk-e, hogy mi történt a rendszerünkben? És hát erre azt kell mondjuk, hogy még a mai napig is úgy érezzük, hogy erre nincsenek meg a jó válaszaink. És, hogyha azt tudjuk, hogy mi történt az informatikai rendszereinkben, akkor meg azt nem biztos, hogy tudjuk, hogy miért. Ezek után azt gondolom, hogy az a cím, hogy Battling the Unknowns, az természetes választás volt a részünkről, és szeretnénk valahogy megismertetni titeket azzal, hogy mi is található el mögött az ismeretlen mögött. Természetesen az államok nagyon könnyen rá tudják fogni bármelyik állam, egy másik államra a különböző kiberbünteteket. Ezt rendszeresen csinálják is, ezt fogjuk majd hallani a nap folyamán. Nem triviális, hogy mikor ki támadott. Viszont nyilvánvalóan mi, akik a védelem oldalán állunk, kell, hogy tudjuk azt, hogy ki volt a támadó, kell, hogy értsük a motivációit, és ez nem egy könnyű feladat. Egy másik probléma az az, hogy most már szoftverek harcolnak szoftverekkel. Vagyis nem tudjuk pontosan, hogy melyik szoftver mikor melyiket támadta meg, és lehet, hogy idő után már csak asszisztálni fogunk ez a küzdelemhez. Ha azt megnézitek például, hogy pár hónappal ezelőtt Noah Chomsky, Elon Musk, Uh, például Stephen Hawking és ezer tudós milyen levelet intézett a világ fegyver gyártóihoz és államaihoz, amiben azt írták le, hogy a mesterséges intelligenciának ne engedjék, hogy meghúzzák a ravaszt a különböző valódi fizikai fegyverekben, akkor azt hiszem rájöhetünk arra, hogy eljutottunk egy olyan korba, amikor igenis oda kell figyelnünk arra, hogy a szoftvereink mit csinálnak és milyen formában.